Dobozok az asztalokon. A bennük lévő személyre szabott informatikai eszközöket mostantól ezek a mozgáskorlátozott emberek használhatják. Kedden kapták meg a laptopokat, tableteket a Nyíregyházi esélycentrumban, amelyekkel a mindennapi online ügyintézést, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést könnyítik meg számukra. Egy részüknél az ügyintéző képességben nincs akkora rutin, és nagyon sokuknál pedig egyszerűen nem engedhetik meg maguknak azokat a korszerű informatikai eszközöket, amiket a program tud biztosítani. Eszközöket adunk nekik, és ott egészen speciális eszközökről is szó van, tehát egy viszonylag egyszerű számítógép mellett is előfordulhat, hogy valaki kéz funkciói nem annyira koordináltak, neki például nagy gombos billentyűzetet tudunk adni, amivel könnyebben tudja használni a gépet, de vannak olyan résztvevőink, akiknek majd szemegereget fogunk adni. Ez olyanok számára nyújt majd segítséget, akik abszolút nem tudnak kézzel a klaviatúrán vagy a tabletnek az érintőképernyén ilyen bármit is hagyományosan csinálni. A több mint 700 millió forint uniós támogatással megvalósuló projekt keretében országszerte 600 súlyosan mozgássérült ember infokommunikációs akadálymentesítése történik meg. Ezzel segítve társadalmi felzárkózásukat és aktivitásukat, valamint az önrendelkező életet. Ez a férfi egy laptopot vehetett át és egy speciális egeret is kapott. Ezzel könnyebb lesz számára az ügyintézés. Most egy példát felhozok, mondjuk egy gázbediktálása, egy banki ügyintézés, bármilyen ügyintézés, tehát otthonról tudjam intézni. Országosan 20 szolgáltatási pontot is kialakítottak a helyi egyesületeken keresztül, az érintettek dolgát pedig sorstárs mentorok is megkönnyítik. Segítik azt, hogy tudja az eszközt használni folyamatosan, hogyan használja, és figyelemmel kíséri, hogy tudja-e használni. Ha olyat ér észre a mentor, hogy nem tudja az eszközt használni valamilyen akadályozottság miatt, akkor viszont kap kiegészítő eszközt, amivel használhatóvá válik az eszköz számára. A program lényegében egy adat és tapasztalatgyűjtés, amelynek során egyéni tanácsadást is kapnak a résztvevők. Felkészítik őket az eszközök használatára. Egy akadálymentes, könnyen kezelhető honlapon pedig távsegítséget is igénybe vehetnek. A következő hónapokban várják a tapasztalatokat és a visszajelzéseket.